Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben megmutatjuk, milyen volt az Öhön forgatóverseny, és hogy rajtoltak a petkalózok, és természetesen programajánlókkal is készültünk. Kezdjük a sort az első nyíregyházi futófesztivállal. Vendégünk dr. Bana Richárd, a fesztivál főszervezője. És hát ugye nevedből kiderül, hogy valamelyest nem csak a futás, hanem az egészséges életmódhoz is van között, hiszen házi orvos vagy. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan lesz egy házi orvosból futófesztivál szervező. Szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány évvel ezelőtt, amikor a praxis első napjaira tértem, rájöttem, hogy rengeteg az elhízott ember. Kicsit utána néztem a statisztikáknak, és nagyon elől láttam Magyarországot Európa legelhízottabb országai között, pontosabban az első helyen. Így arra gondoltam kollégámmal, hogy valahogy be kellene csempészni az emberek életébe az egészséges életmódot, és ugye rendszeres sportolók voltunk, triatlonoztunk, fociztunk, futottunk, egy olyan sportágot szerettünk választani, ami egészségügyileg is, és megvalósítás szempontjából is kézenfekvő. Így jött a futás, és Nyíregyházen, valamint Debrecenben, később csatlakozott Tarccal elkezdtünk egy ingyenes közösségi futást, ami több csoport keresztül edző és orvosi háttérrel segít a futóknak valamilyen szinten egy magasabb szintre kerülni, vagy a kanapéről felállva futóvá válni. Ez pontosan 3 évvel ezelőtt történt, és ugye a közösségnek az igényeit kiszolgálva jött a gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha itt is lenne egy futófesztivál, és nekem háziorvosként, illetve a kollégámnak is, nyilván orvosként fontos terület a prevenció, és szerintem ennél jobb alkalmat nem tudtunk volna rá keríteni. Valóban ugye említetted, hogy Európában elsők vagyunk túlsúly tekintetében, állítólag világviszonylatban pedig 4. helyen állunk, úgyhogy sajnos az ilyen negatív rekordokban mi magyarok azért elég előkelő helyen szoktunk lenni, és most hallottam valamelyik nap, hogy itt a pandémia alatt is sajnos az elhízás az fokozódott, tehát sokkal többen híztak, mint amennyien esetleg fogytak, de hát elég kimenni az utcára, és azzal szembesülünk, hogy bizony nagyon-nagyon sokan, és a fiatal korosztály is el van hízva. Azok, akik vállalják azt, hogy felállnak a karosszékből, és elkezdenek mozogni, te így orvosként hogyan látod, hogyan javulnak mondjuk a statisztikák, akár a gyógyszerfogyasztás tekintetében, vagy mondjuk a krónikus betegségek vonatkozásában, hogyha valaki sportolni kezd? Szemmel láthatóan is, illetve a labor eredmények is azt mutatják, hogy van haszna a sportnak. Csak mondok egy egyszerű példát, magas vérnyomás, az elsőfokú magas vérnyomásnál a hivatalos ajánlás 3 hónap életmódváltás. Tehát nem is azonnal gyógyszert adunk, hanem sport és egészséges tudatos táplálkozásra kell odafigyelni. És nyilván a szakma is abban bízik, hogyha beépítjük a rendszeres sportolást, ami az egészségügyi világszervezet javaslata, hogy hetente legalább 150 percet kellene mozognunk, ebből 15%-at intenzíven, akkor joggal várhatjuk, hogy egyrészt mentálisan is, ugye sokkal jobb kedvünk lesz, magabiztosabbak leszünk, másrészt szociálisan is, tehát ezért is nagyon jó egy közösségben sportolni, mert barátokra lelünk, és a motivációt könnyebb fenntartani, illetve testileg is, tehát fizikálisan is várhatjuk a javulást, és ugye nagyon sok mindenkinek esztétikai célok vezérlik, hogy a kanapéból fel kellene állni, és úgy látom, hogy a sporttal ez tökéletesen működik. Hát szerintem magáról erről a témáról is tudnánk órákon át még beszélgetni, viszont az időnk fogy, úgyhogy most akkor célzottan az első nyíregyházi futófesztiválra koncentráljunk. Augusztus 8-án kerül megrendezésre, és tulajdonképpen egy ilyen városi futóverseny gyakorlatilag évek óta nem volt itt Nyíregyházán, legalábbis ennyi féle távban, úgyhogy egy picit akkor ismertessük a nézőkkel, mire készüljenek, hol regisztráljanak. Hol lesz a fesztivál? Online regisztráció mai éjfélig a nyíregyházifutófesztivál.hu oldalán, majd szombaton 10 órától a Kossuth téren folytatódik a helyszíni regisztráció, illetve vasárnap reggel is van lehetőségük. Egy komplex eseményt próbáltunk összerakni, szombaton egy motivációs esttel készülünk a futóknak, ezzel is a motivációt szeretnénk kicsit kiemelni, illetve hangolni őket, hogy másnap minden jobb teljesítményt tudjanak nyújtani. Itt trénerek beszélnek? Vagy milyen lesz ez a motivációs est? Nem trénerek, futók, sportolók, illetve
egy nagyon személyes történetet is hozunk. Csépke Bence éppen az imént találkoztam vele, nagyon szimpatikus úriember. Ugye egy exoskeleton bemutatóval készülünk, sokan nem tudják, ez egy külső robotváz, a rehabilitáció a robotika irányába megy el, és vannak olyan gyermekek, akik úgy születnek, hogy már lebénulva jönnek a világra, illetve autóbaleset után, vagy bármilyen baleset után nem ritka, hogy lebénulnak, és tolókocsiba kerülnek jobb esetben. És az exoskeleton, a robotika ad lehetőséget, hogy újra megtanuljanak járni. Uh-huh. Egy ilyenek lehetünk szemtanulni, hogy ez egy nagyon megható pillanat lesz. Illetve neves sportolók fognak szombaton motiválni minket. Vasárnap, ami különlegesség lesz, hogy a zöld vonalat szeretnénk becsempészni a futó fesztivál hangulatába. Tehát egyszer használatos műanyagok, szórólapok, ilyeneket teljesen kivettünk, tehát nem cél, hogy még... Szennyezzük a környezetet, csak az egészségfejlesztés. Mellette jótékonykodni is fogunk a Kérlek Segíts Alapítványnak, illetve ez, ahogy említette, egy nagy hiánypótó esemény lesz, ugyanis egy körös félmaraton Tiszántúl nagyon kevés van. Azt látjuk, hogy inkább a kiskörös versenyek dominálnak, nyilván utazárások szempontjából sokkal egyszerűbb, de ez óriási lesz szerintem, hogy egy pályán több tó tavat is fogunk érinteni, a Sósti út az varázslatos, úgyhogy minden futónak egy óriási élményt fogunk ezzel adni. És akkor úgy látom, hogy van 800 méteres táv, 5 kilométer, 10, illetve hát maga a félmaraton. Úgyhogy mindenki a saját teherbírásának és fizikai állapotának megfelelően belülheti, hogy igen, melyikbe indul, és azért ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez egy jótékonysági futás, igen, hiszen a bevételt a Nyíregyházi József András Kórház gyermekosztályának ajánlottátok föl, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sok regisztráló lesz. 30-32 fokot ígérnek, úgyhogy meleg lesz, de hát szerintem a futók már, vagy legalábbis a profik, azok teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár. Így van. Korai rajt, sok frissítőpont, és dinnyével készülünk, a hangulat az szerintem zseniális lesz, úgyhogy szerintem a hűsége nem lesz probléma. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Ahogy a műsor elején említettem, rendezvény összefoglalókkal is készültünk. 16. alkalommal szerveztek Őhőn forgatóversenyt és néptánc találkozót Tiszavasváriban. A rendezvény nem titkolt célja a népi kultúra és gasztronómia ápolása mellett a közösségépítés volt. Már reggel 9 órakor rengetegen voltak kíváncsiak a főző csapatok indulására. A lényege a főzésnek, hogy nem szabad elrontani az ételt. Tagsár Ferenc, a Szabad Tűzi Lovagrend tagja, ezzel a gondolattal nyitotta meg a 16. Öhön forgató fesztivált Tiszavasváriban. A zsűri vezetője az ízek mellett pontozta a főzés menetét, a főzőhely hangulatát, tisztaságát, a hagyományőrzést és az egyediséget is. 18 csapat vesz részt a főzőversenyen, zömében ugye helyből érkeztek ezek a csapatok, de Tiszalökváros önkormányzata is képviselteti magát a rendezvényen, illetve a Tiszavasvári járási hivatal is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen létszám összejött ezen a rendezvényen, hiszen ez a 18 csapat valójában jóval több látogatói létszámot jelent, hiszen van olyan csapatunk is, aki 105 fővel jelentkezett a mai megmérettetésre. És hogy mi kell a jó öhönhöz, azt a többszörös bajnok Barics János árulta el. 5 összetevője van. Egy a zsízóanyag, amiben a bográcsba beletesszük, utána rámegy a krumpli, utána a tészta, utána a víz, meg a só, és kész, és ezt szép lassan kell főzni, ez az alapja. Mi egy öhönt próbálunk megfőzni, és egy nyúl paprikást hosszú lével és burgonyával. A hagyományokhoz eltérően mi az öhönt úgy szoktuk főzni általában, hogy ugye a piros paprikát azt nem szeretik elvileg a zsűrik, hogyha benne van, de mi így szeretjük, mert kicsivel több szint ad neki, könnyebb lepirítani, tehát mi ezek az igazi magyarok vagyunk, a paprikát mindenbe elvetve halljuk. Paprikán kívül mi a titka ennek az öhönnek? Mivel fogják megnyerni a versenyt? Beleadjuk a szívünket, lelkünket. Ez már hagyomány, hogy a délelőtt folyamán a környező településekről, illetve Tiszavasváriból érkeznek tánccsoportok, és a délelőtti próbában ők mutatják be tulajdonképpen a produkciójukat. Tiszavasváriból érkezett csoport, ugye a hagyományoknak megfelelően a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolának az alapcsoportja, aztán Tiszadobról, Nyíregyházáról az Igrice, Tiszagyulaházáról, illetve Újtikosról is érkeztek fellépők. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy ilyen nagy létszám
számban képviseltetik magukat a néptánc együttesek, hiszen a nyári időszakban nagyon nehéz volt a gyerekeket mozgósítani, illetve a próbáknak a lehetősége is korlátozott volt itt a pandémiás időszakban, de mi örülünk annak, hogy ilyen szép létszámban képviseltetik magukat a néptánc együttesek. Ez tulajdonképpen egy hagyományokra épülő, hagyományápoló közösségépítő programmát, és délután a kulturális blogban Tihanyi Tóth Csaba kezdi majd ugye a délutáni programsorozatot a Jó ebédhez szól a nóta című műsorával, tehát Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita lép fel, nótacsokorral, illetve örök zöld slágerekkel operett összeállítással készülnek, aztán utána érkezik majd egy ír steptáncokat bemutató csoport, majd Száraz Tamás és show műsora érkezik a színpadra, és utána pedig Berecki Zoltán akusztikus koncertjére kerül sor itt a Szent Mihály téren, ezt követően pedig 20 órától a Találkozások háza előtti téren Ruzsa Magdélő koncertjére kerül sor. Én úgy gondolom, hogy ezek a fellépők, ezek a nevek garancia arra, hogy itt mindenki nagyon jól fogja magát érezni. Úgyhogy mi bízunk abban, hogy rengeteg látogatónk lesz a nap folyamán. 16. alkalommal kerül megrendezésre az Önforgató Fesztiválunk és Néptánc Találkozónk. Sajnos most azt gondolom, hogy a pandémia miatt is, ugye a korlátozások miatt is kevesebben vagyunk, de így is nagyon sokan. Amikor igazán korlátozás nélkül szervezhettük a rendezvényeinket, akkor több ezres létszámmal voltak jelen látogatók és versenyzők. A csapatok is közel 60 csapat nevezett ezekre a rendezvényekre. Most egy picit kevesebben vagyunk, de ez egy ilyen időszak. Én azt gondolom, hogy most a túlélésre játszik szerintem mindenki. Újra építik magukat a települések, újra bevezetik a köztudatba a népszerű fesztiváljaikat. Tiszavasvára is így tesz, hiszen az Öhön forgató verseny, azt gondolom, hogy népszerű, és akkor most újraindítjuk mi is az életet Tiszavasváriban ezzel a rendezvényen. Nagyon-nagyon sok rendezvényen vehetnek részt Tiszavasváriban. Augusztusban végig lesznek programjaink, az augusztus 20-ai rendezvény egyértelmű, de már 19-én is sportnappal fogunk szolgálni a látogatóknak, a versenyezni vágyóknak, vagy mondhatnám augusztus végén egy utcazene fesztivál jellegű programmal is fogunk kedveskedni az itt lévőknek, egy nyárzáró programmal, de javaslom mindenkinek, hogy a Találkozások háza honlapját, Facebook oldalát, Tiszavasvári város honlapját és Facebook oldalát kísérjék figyelemmel, és mindenről pontos információt fognak kapni, és nagy szeretettel várunk természetesen mindenkit. Amit viszont nagyon fontos megemlítenem, egy másik nagyon népszerű rendezvényünk, az Úzoslé Fesztivál. Ezt minden év szeptember hónapjában szoktuk megrendezni, ennek a pontos dátumáról később fogunk tájékoztatást adni. Ez egy igazán Tiszavasvárira jellemző étel, az országban szinte alig ismerik, egy nagyon különleges étel, érdemes majd eljönni, megnézni ezt a fesztivált, hiszen az étel megkóstolásán kívül, megismerésén kívül lesznek még sztárfellépőink, nagyon jó programjaink, úgyhogy Tiszavasvári egy jó hely, jó embereket vár, és hát érezze mindenki jól magát majd Tiszavasváriban, hát Magyarországon is, mindenhol a világban. Azt hiszem, hogy most a koronavírus járvány után nagyon fontos a közösségépítés céljából. Újra találkozhatunk. Talán azt reméljük, hogy újra visszatér az életünk a régi kerékvásba. És ha találkozunk, akkor beszélgetünk. Egymásról beszélgetünk. A másik ember fontos számunkra, és ha beszélgetünk, akkor barátkozunk is egymással. Rég nem látott ismerősökkel, barátokkal. Emellett, mivel Öhönforgató versenyről van szó, csodálatos étel készül, sok csapat nevezett, ez egy ősi étel, ahogy egy mesterszakástól hallottam, nagyon finom. Egy tál étel, laktató, ízletes, és gyakorlatilag a hagyományainkra emlékeztet, mert ez egy pásztor étel, bográcsban fő, és 5 alapanyag kell hozzá, tehát nagyon egyszerű étel és nagyon finom étel. És emellett néptáncgála lesz, különböző rendezvények, új program, új helyszín, új sztárfellépő. Este lesz egy nagy koncert Ruzsa Magdival, az ő dalait nagyon sokan szeretik, kiváló hangzásúak, és nekem van egy kedvenc dalom, a Hazatalálsz, és akkor ma este remélem azt el tudom mondani mindenkinek, hogy mindannyian hazataláltunk. Elek Péter nevét már korábban is hallhatták a Weekend nézői, a tehetséges nyíregyházi fiatal most az Orgonák éjszakájára készül, amely augusztus 7-én lesz, most még azonban itt ül velem szemben a stúdióban. Szia Peti, jó estét! Hát ugye köszönjük, hogy itt vagy, mert egyébként az időd nagy részét most már az Orgona mellett töltöd, és itt faggattalak, hogy mennyit gyakorolsz, 3 órát, az bizony
az bizony nagyon kitartó és elszántságról tesz tanú bizonyságot. Ez egy rendszeres gyakorlás a te életedben, vagy azért koncertek előtt egy picit fokozottan? Persze a koncertek előtt több, de alapból is egy ilyen napi 2 óra az jó, hogyha megvan. Persze vannak napok, amikor más elfoglaltságok miatt nem jön össze, hogy eljussak akár templomba orgonához gyakorolni, akkor csak zongora mellett, vagy néha napján még ott se tudod gyakorolni, de általában mindig szakítok rá időt. 6 évesen kezdtél el zongorázni. Megvannak az első emlékeid? Mondjuk az első zongora óráról? Nagyjából megvan, nagyon szerettem tanárnőmet, és nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. Ő szerettette meg velem a zongorát, aztán így váltottam később orgonára. És mennyire volt ez a ti családotokban jellemző, hogy hangszeren játszanak emberek vagy gyerekek a családban? Hát nekem 2 nővérem van és egy bátyám, és nálunk alap volt, hogy mindenki tanul valamilyen hangszeren, zongorán, cellón, hegedűn ki mit szeretett volna. Én maradtam a legtöbb ideig a hangszerem mellett, és én szeretném is majd folytatni ezt tovább, mert szeretem. Hát akkor akár egy kis kamarazenekart is összetudtok hozni, bár tényleg, hogyha az ember nem gyakorol nap, mint nap, akkor nem olyan egyszerű, meg nehéz azzal szembesülni, hogy mondjuk 8-10 évvel ezelőtt milyen jól ment, és akkor elővesz valaki egy hegedűt, hát az nem úgy van, hogy sicsult már is. Nos, hát Péter, azért a te esetedben ugye erről nincs szó. A Vikár Sándor zeneiskolában ugye 6 év zongoratanulást követően kezdtél el Kiss Zoltán tanítványaként orgonálni, és már 2019-ben 3. helyezett voltál a 12. országos orgona versenyen, aztán most pedig a Debreceni Egyetemnek az orgona szakára vettek föl, úgyhogy tényleg ez az út úgy látszik, hogy egyre biztosabban visz téged a profi zenészé válásig, ha lehet ezt mondani. Egyébként mennyire népszerű ez a szak? Tehát gondolom, olyan nagyon sok orgonista nincs azért az országban. Hát ez valóban így van. Hát nem vagyunk sokan, de azt hiszem, hogy nagyon jól teszi, aki ezt választja, mert egy nagyon jó hangszer véleményem szerint. Persze az én magam felé hajlok, de számomra nincs jobb választás. Laikus is azt látja, hogy hát mondjuk a zongorista az általában csak a 2 kezét használja, bár ugye ott is van 3 pedál, amit lehet működtetni, de azért egy orgonista az kézzel, lábbal dolgozik. Mennyire volt neked mondjuk nehéz a váltás a 6 év zongora tanulás után? Hát persze az orgona tanulás, meg az orgonán való játék az a zongorázásra épül, de sok minden plusz van benne, ami nehézséget jelenthet. Az elején persze egy picit nehezebb volt, de aztán minden ebbe lehet rázódni. Sokszor bonyolult, hogy az ember a kezére, lábára, regisztrálásra, lapozásra, bármire figyeljen. És hogy jött az, hogy te orgonista légy volt? Volt valaki, aki olyan hatással volt rád, vagy valakinek a koncertje esetleg? Hát apukám, ő tanult zongorázni, és rendszeresen vasárnaponként kántorkodott is. Szóval így adott volt ez, hogy zongora meg orgona. Leginkább az orgona felé is ő bíztatott, amit nem bántam meg egyszer se, hogy ezt választottam. Meg hát amúgy is a családunkkal is templomba járunk, szóval így is. Tehát gyakorlatilag hétről ott hétre. Ott nőttem fel, és most is ott rendszeresen orgonálok vasárnaponként. Na most erről a 7. koncertről mesélj egy kicsit, mi lesz a repertoáron, illetve hová várjátok a nézőket? Hát ugye ez egy országos rendezvény, Orgonák éjszakája a neve, és több különböző helyszínen van az országban. Nyíregyházán az Evangélikus templomba várjuk Nagy Eszterrel a kedves érdeklődőket. A repertoár az elég vegyes, a barokkort egészen a romantikáig bezárólag lesznek darabok, lesznek szólóorgandarabok és lesznek kamaradarabok is, ahol Nagy Eszter hegedűn fog játszani. Péter, ugye te most itt a Debreceni Zeneművészeti Karon tanulsz, és hát gondolom, hogy ezt elvégezve
koncertezni szeretnél elsősorban, vagy mik a terveid? Tanítani? Hát talán nem szeretnék túlzottan lenni. Azt meg kell, hogy említsem, hogy én az orgánszak mellett mérnökinfó szakon is tanulok, és majd a későbbiekben abból szeretnék megélni. Viszont az orgán ez egy nagyon erős hobbi volt, ezért úgy gondoltam, hogy nem hagyhatom abba, és későbbiekben is szeretnék koncertezni, kántorizálni organistaként valahol, játszani mindig. Hát nagyon multifunkcionális vagy, aki a hobbiát gyakorlatilag mesterszinten űzi, azt gondolom, hogy példaértékű. Köszönöm szépen, Péter, további sok sikert, és remélem, hogy nagyon sokan ott lesznek az orgonák éjszakáján, augusztus 7-én Nyíregyházán, az Evangélikus Nagy Templomban. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, ismét a nyílt vízi úszás kedvelőit várják Gáva Vencsellőn. A Tiszai Challenge-et augusztus 7-én rendezik meg, ahol a sport népszerűsítése mellett izgalmas koncertek is várják a látogatókat. Így vágtak neki tavaly a Tisza Challenge résztvevői a 10 kilométeres távnak. Most szombaton a sportemberek ismét a Tisza Berccel és Balsa közötti szakaszra fókuszálnak, ahol második alkalommal rendezik meg a nyílt vízi kihívást. Ahogy tavaly gondolkoztunk, hogy mit is kellene kezdenünk a Tiszával, mint folyóval, ugyanis ahogy én szoktam mondani, 100 éve itt folyik el mellettünk, vagy 1000 év, és nem kezdtünk el igazán semmit. Tehát elindult egy olyan gondolkodás a település lakóival, a képviselőtestülettel közösen, hogy olyan fesztiválos, sport jellegű rendezvényeket találjunk ki, amelyek a Tiszához, az úszáshoz, a kajakozáshoz, vagy egyáltalán a vízisportokhoz köthetők, hisz olyan természeti adottságaink vannak, mint látjátok, hogy páratlan, én úgy gondolom. És az első ilyen ötlet, ami meg is valósult, ez a Tiszai Challenge, egy 10 kilométeres nyílt vízi úszás, amely már tavalyében is nagy sikert aratott, tehát az ország több részéből is jöttek. A rajt szombat reggel 10 órakor lesz a Tisza-Berceli kikötőben, a célba érkezés pedig 2-4 órával később várható a Balsai Látogatóközpontnál. Kovács Rita 17-szeres világkupa győztes, Európa-bajnok hosszú távúszó. Szakmai tanácsként kiegyensúlyozott teljesítményű úszást javasol. Fontos, hogy a versenyzők jól osszák be az erejüket, megfelelő folyadékpótlással, akár pihenés közbeiktatásával teljesítsék a távot. Nem szabad elkezdeni nagyon-nagyon erősen szerintem ezt, és én azt mondanám, hogy mindig is a biztonságra kellene, hogy törekedjenek, nem pedig arra, hogy most törekedjenek, nem pedig arra, hogy most nem tudom, én akarom nyerni, vagy nem akarom. Ez szép egyenletes úszással szerintem, nyugodt úszással, türelemmel, szerintem nagyon sok, tavaly is nagyon sok embernek sikerült, azt hiszem majdnem mindenkinek, tehát bízom benne, hogy az idén is hasonló lesz a létszám. Ha egy versenyző elfárad vagy kimerültnek érzi magát, vízimentők és kísérők segítenek neki vitaminnal, szőlőcukorral, energiaszelettel. Az is motiválhatja a résztvevőket, hogy világklasszisokkal teljesíthetik a távot, és akár egy olimpiai bajnok kenustól is segítséget tudnak kérni. Novák Ferenc szerint a szombati kihívás közösségépítés, igazi sportteljesítmény és kifejezetten jól eső mozgásélmény. Élsportolónak lenni nem egyszerű feladat. Főleg most az emberek, ahogy nézik az olimpiát, azt hiszik, hogy nagyon könnyű. Sajnos így a kommenteket, meg mindent így olvasgatom, de nincs semmi reakció. Nem bonyolult, nagyon nehéz feladat. Én azt mondom, szerintem kezdjük az alapokról, és napi heti 2-3-4 mozgás a futással, pont ezen vagyunk itt, hogy ezt tudjuk ezt biztosítani a környéken, és ezzel elindult egy egész egy tömegsportbázis. A rendezvényt egy nagy sportszergyártó cég is támogatja. Mi céges szinten nem csak az úszókra fogunk most fókuszálni, hanem az ide látogatóknak is készülünk majd kisebb ilyen sportos vetélkedőkkel, eseményekkel, illetve hát lehetőségekkel kipróbálják a különböző eszközöket. A Tisza Challenge nem csak élményúszás. A célállomáson a Balsai Látogatóközpont területén egész nap tartalmas programokkal készülnek. A kisebbekre kézműves sátor, gyermekfoglalkozások, zenés produkciók várnak, míg a felnőtteket koncertekkel és különböző fellépőkkel szórakoztatják. Érkezik az X-faktor győztese Tóth Andi, a Fiesta zenekarból ismert Csordás Tibi, és több meglepetés is várható. Igazándiból egyszerű humoristát, illetve a zenei szekcióból kivéve a Badár Sándor fogja megkezdeni az egész délutáni szórakoztató programokat. Ő 15 órától fog úgymond egy igazi stand-upot lenyomni itt. A Tiszával kapcsolatos, reméljük nagyon jó humoros előadása lesz, és este 8 órától várjuk a színpadra és a legtöbb látogató, családot, közönséget a Boniem együttes nagy koncertjére, tehát élő koncert. Többen kérdezték, hogy létezik.
A versenyzők már tavaly is az ország számos pontjáról ellátogattak Gáva Vencellőre, sőt, külföldi induló is volt. Idén mintegy 200-300 versenyzőre számítanak a szervezők. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, a Weekend második részében vendégünk lesz Demarcsek György, aki több programot is kínál majd önöknek, azonnal folytatjuk. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Tiszai PET kupát, a csapatok lelkesen és a szokásos jó hangulattal indultak el a nagy útra hétfőn Tiszabecsnél. Erre balra! 1-2-3 és öven! Vigyázzatok, mert deszkák vannak! 15 ember kellett az egyik PET hajó megemeléséhez, hogy Tiszabecsnél vízre tegyék. Emellett még 14 másik, nagyrészt pillepalackokból épített hajó indult a 9. felső Tiszai PET kupán. A 15 csapathoz idén összesen 50 kenu és közel 300 fő tartozik a nagy utazás során. Az idei PET kupa Tiszabecsen indul és Vásárosnaményig tart. Ez 6 nap, amikor Tivadaron közben lesz egy pihenőnap, amikor kulturális programokkal elvisszük a közeli nevezetességekhez a résztvevőket, illetve ügyességi játékokban vehetnek részt, ami a verseny része. Körülbelül olyan 60 kilométer folyamkilométer ez a szakasz, amit megteszünk, és előzetesen 7-8 tonna hulladékra biztosan számítunk. Idén is nagyon nagy örömmel vettük, hogy Felvidékről is és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, egy-egy hajóval, és a többiek Magyarországról a legtöbbje, viszont van itt egy-egy csapatban Amerikából érkezők, Németországból érkezők, Hollandiából is érkeztek, tehát hogy mondhatni, hogy nemzetközi csapatként, nem nemzetközi csapatként indulnak, viszont különböző csapatokban nemzetközi szinten elég nagy a részvétel. Ez a 9. PET kupa felső Tiszai, amit rendezünk, 9 éve kezdtük 2013-ban, és azóta tényleg mozgalom már nőtt, és úgy érzem, hogy a résztvevők is nagyon szeretnek visszatérni, nagyon sok a visszatérő csapat. Te már nagyon rutinos vagy itt a PET kupán, mióta vagy itt a csapattal? Nekem, ha számítjuk a tavit is, akkor az a 7. PET kupám. És a hangák csapata az később alakult ki, most 26-an vagyunk, majdnem minden évben növekszik. Viszont én most már ápos vagyok, az az utánpótlás az önkéntesek, viszont mivel még nem vagyok gimis, ezért nem lehetek teljesen, az ilyen fél ember vagyok, szóval a csapatban is vagyok, de az önkénteseknek is ugyanúgy segítek, mintha az lennék, meg regisztrálva is ápposnak vagyok. Ez mit jelent? Mik a te feladataid a csapatban? Én mindig szoktam menni portyázni, szemetet szedni az ártérbe, de igazából ételosztásban szoktam segíteni, azt a Tiszatevi PET kupán kezdtem el, az nagyon szoktam szeretni, mert mi kapunk utoljára. Hát a válogatást a végén az önkénteseknek nagyon szeretek segíteni, meg úgy, amilyen feladat ér. Betekintesz engem a szerelem, nálad nélkül mit ér az életem. Köszönöm szépen, hogy együtt énekeltünk megint. És ezzel, most ezzel az énekkel és ezzel a pillanattal a 9. PET kupát megnyitom. Az ünnepélyes rajt után pedig elindultak a hajók az expedíció második állomására, Tiszacsécsére. Ott a szállásére megérkezünk, ott leverjük a sátrat, és ott már alszunk is, és másnap megint ugye kihajózunk, szemetet szedünk, megint ugye estére érünk oda, és ugye ez megy egy 8 napig. Ez idő alatt a csapatok érintik Szatmárcsekét, Tivadart és Panyolát is, majd a végállomás augusztus 8-án Vásárosnamény Gergely-Ugornya lesz. Az idén egy nagy lehetőség nyílt számunkra, ugyanis a Kékbolygó Alapítvány 3 hajóval támogatta a PET kupát, aminek
az eredményeképpen 6 zuhany, 6 mellékhelység, egy tároló rész, illetve egy konyha kialakítását sikerült megoldanunk ezen a három hajón, amit az alapítvány szponzorált. Teljesen nulláról felépítettük ezt a három hajót, és ez az, ami a versenyzőknek a kényelmét szolgálja. Minden évben volt jó pár lapájunk, ahol ugye a zuhanyzás, toalett használat, vagy akár csak a logisztika problémát okozott, és arra gondoltunk, hogy hát, hogyha a szárazföldön ezt nem tudjuk megoldani, akkor mi lenne, ha vízen oldanánk meg, és így jött ez az ötlet. A kezdeményezés évről évre több ember figyelmét kelti fel, már nem csak lelkes önkéntesek vesznek részt a programon, sok a támogató vállalkozás és a kormány is segíti a petkalózok munkáját. Régóta követem figyelemmel már a Petkupát, meg Vásárosnaményben egy bő évvel ezelőtt hóesésben, amikor dolgoztak, akkor már személyesen is találkozhattam többükkel. De még nem volt eddig szerencsém részt venni a Petkupában, úgyhogy nagyon várom. Nagy szerelmese vagyok egyébként az evezésnek, meg a víznek, tehát hogyha tehetem, akkor nyáron, ősszel, tavasszal, most a kollégáinkkal is csapatépítésként, akkor én is lapátot ragadok és vízre szállok. Úgyhogy szerintem olyan nagyon nagy lekopogom, olyan nagyon nagy meglepetések remélem, hogy nem fognak érni. De hát elképesztő nézni ezt a fantasztikus társaságot, akik két nap alatt ilyen kreatív csodákat megépítettek, és az idejük energiájukat nem sajnálva most rászánják ezt a több napot arra, hogy tegyenek valamit a folyóért, úgyhogy én remélem, hogy méltó leszek arra, hogy én is a csapattagja legyek. A 9. felső tiszai Petkupa idén főként az Ukrajnával közös határvizeken halad, és kiegészül a Tisza expedícióval is. Mondhatni, hogy már az első tiszai Petkupa egyike után fölmerült a vágy, hogy a forrástól végigjárjuk a Tiszát teljes hosszában. Hiszen mégiscsak a Tiszával foglalkozunk most már 9 éve, és ezért fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan expedíció, ami a forrástól a torkolatig végig halad a Tiszán. Lássuk, hogy mivel állunk szemben, milyen szakaszokon, milyen mennyiségű hulladékot lehet találni. A tiszai expedíció pedig ugye elkezdett Tiszabecsre a pénteki napon, és két nap pihenő után most velünk a 9. Petkupával fog együtt utazni, és utána, amikor Vásárosnaményba megérkezünk, utána tovább a nagyobb városokba meg fogunk állni, és különböző szemléletformáló akciókkal várjuk az ottani fiatalokat, idősebbeket, felnőtteket is, főleg Szolnokon, Szegeden, Csongrádon, Tokajban. És utána pedig a cél Titel és Belgrád. Aki volt már Zsindelyes Fesztiválon, tudja, milyen hangulatot jelent ez a kifejezés, aki pedig még nem volt, annak idén lesz lehetősége pótolni a hiányosságot, ugyanis újra töltik a különleges életérzést a szervezők, méghozzá a Sóstói Múzeumfaluban. Vendégünk a rendezvény szervezője, Juhász Miklós. Szia, Morszi! Köszöntelek nagy szeretettel a tévénézőkkel közösen. Hát nagy izgalom van. Bár aki nagyon izgul, az ihat egy felest is, és akkor szerintem ezt még inkább fokozza ezt az érzést, amit valóban megalapozott ez a rendezvény. Én remélem, hogy nagyon sokan voltak ilyen fesztiválon, és azt akarják majd újraélni, de gondolom, hogy egy picit át is gondoltátok, és át is hangoltátok magát a rendezvényt, tehát azért nem ugyanazt fogják kapni, amit korábban. Hihetetlen, hogy 2012-ben volt az utolsó, tehát 9 esztendő eltelt, és 9 esztendő távlatában szokták mondani azt, hogy sok víz lefolyt a Tiszán. Mi is egy kicsit átgondoltuk a fesztivál szervezéssel kapcsolatos feladatokat, illetve azt a koncepciót, ami mögé rendelünk a fesztiválunk mögé. Ugye régen, 9 évvel ezelőtt inkább a gasztronómiáé volt a főszerep, most már 2021-ben inkább az összművészetiséget próbáljuk meg belecsempészni a fesztiválunkba, mégpedig pedig úgy módon, hogy nem csak a népzene, néptánc, hanem a népi iparművészet, kézművesség, és mondhatni azt, hogy most már az informatika is ilyen művészeti magasságokban kezd el szárnyalni. Ebből az apropóból ilyen youtuberek és gamerek világából is megpróbáltunk meghívni egy-egy jeles képviselőt, és a kis színpadon kialakítani egy úgynevezett kockaplacot, ugye az IT-sokra utalva ezáltal, de magát ezt a kocka történetet azért egy picit jobban
tovább gondoltuk, és minden, ami kocka ott lesz, nem csak az informatikusok, youtuberek, gamerek, hanem gyakorlatilag a kockaladások, ott lesznek a Rubik kockások, ott lesznek a kókusz kocka rajongók, és azért kevertem bele egy kicsit a megyet, mert nyilván a közkedvelt megypálinka, a kocka megy is ott lesz a kis színpadnál. Hát szerintem itt minden generáció megtalálja a fogára valót, vagy ínyére valót, de most ugye a youtuberek meg a gamerek valószínűleg nagyon-nagyon sok fiatalt, vagy akár kisebb gyerekeket is vonzanak majd. Emellett ugye lesz egy nagy színpad, és azon is dübörög a program egész nap. Így van, reggeli, kora délelőtti órákban már kezdünk a népzenével, néptánccal, bürkőzzenekar, szikezzenekar, figurás néptánc együttes lép fel, és szűke pátriánkon belül ugye az Érpataki Asszonykórus is a nagy színpadon fog fellépni, majd ezt követően 4 óra magasságába lép színpadra Ákos és Inti, ugye a TNT élőkoncerttel, és 8:30-kor pedig az Edda Művek szintén élőkoncerttel szórakoztatja a közönséget. És hát úgy látom, hogy DJ-k is lesznek azért, tehát ott a kockák mellett azért lesz egy kis talpalávaló. Így van, a kockák előtt DJ-k lesznek, ott egy olyan jellegű koncepciót próbáltunk megvalósítani, hogy a DJ által húzott zenékre különböző tánc stílusokat próbálnak meg a táncművészek bemutatni, szalontánctól hip-hop néptáncon keresztül egészen érdekes próbálkozás lesz, mert amikor a DJ és a szalontánc próbált együtt, azért nem volt egy egyszerű történet, de bízok benne, hogy amikor ez augusztus 21-én a Sóstói Múzeumfaluba színpadra kerül, akkor már tényleg összekovácsolódott és megfelelő egységet képez a DJ által húzott zenei világ és a táncosok által képviselt képi világ. Morsi, ugye azt mondtad, hogy 9 évvel ezelőtt főleg a gasztronómiájé volt a főszerep, de gondolom, hogy nem csak kókuszkocka lesz terítéken, azért mást is lehet majd fogyasztani. Persze, hogy ne. Így van, tehát készülünk nagyon finom ételekkel, és természetesen nagyon finom pálinkákkal, de ezt túl harsogva egy picit a művészeti ágazatok megjelenítése vált most gyakorlatilag a veszőparipánká, vagy ezt az elképzelést tűztük ki éppen a zászlónkra akkor, amikor ezt a rendezvényt elkezdtük újra szervezni idén tavasszal. Két kérdés, lehet-e a helyszínen jegyet venni, vagy érdemes már elővételben ezeket megvásárolni, illetve hol lehet majd parkolni, hogyha itt nagyon sokan lesznek? Hát nálunk nagyon egyszerű a történet, mert mi csak a helyszínen árulunk jegyet, tehát elővételben jegyvásárlási lehetőség nincsen. Nagyon olcsó, gyakorlatilag csak regisztrációs díjnak hívott belépőjegyért lehet bejönni, 1000 forint a belépőjegy, és parkolás szempontjából pedig több mint egy 2 hektáros terület áll a részvevők, látogatók rendelkezésére, gyakorlatilag a múzeumfalu mögötti nagy szabad terület parkolóvá lesz kialakítva. Köszönjük szépen, mert tényleg nagyon kedvező, mert egyszerre ugye magát a múzeumot is meg lehet tekinteni, úgyhogy is rengeteg program van. Tehát... élő portákkal ráadásul, tehát élőben fogjuk látni a kovácsmestert, élőben fogjuk látni gyakorlatilag a fazekasmestert, a kosárfonót, tehát megelevenednek ott a múzeumfaluban lévő porták. És a pálinkafőzőt? Azt nem? Abszolút, abszolút, meg kóstolni főleg. Köszönjük szépen, Morsi, tehát augusztus 21 Sóstói Múzeumfalu ismét dübörög a Zsindelyes Fesztivál. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a rendezvényen várható népies hangulatra akár azzal is hangulódhatnak, hogy részt vesznek a Nyírség Tánc Együttes online rekord kísérletében, amelynek középpontjában a magyar verbunk áll.
Az előbb a magyar Verbunknak a dallama csendült fel itt a Kossuth téren egy kis csárdással kiegészülve. Ugye a Verbunk az egy ősi magyar katonatáncnak indult tánc, amivel fogdosták lényegében a legényeket katonának, behúzták őket egy körbe, eltáncoltatták velük a Verbunkot, alá x-eltettek velük egy papírt, és már mehettek is katonának jó pár évre, vagy évtizedre, akár hogyha túl is élték. Itt meg Nyíregyházán a Nyírségnek van egy nagyon jó kezdeményezése, egy rekordkísérlete, ugye valószínűleg felborzulva a Kantémosznak a tavalyi sikerén, nem nóta kategóriában, hanem del kategóriában, hanem tánc kategóriában próbálják megszólítani az embereket, hogy táncoljanak egy percet mobiltelefonjuk segítségével. Egy perces Verbunk klip gyűjtemény a rekordkísérlet célja. Meglátjuk, hogy sikerül-e több ezer érdeklődőt felhívni az interneten keresztül arra, hogy egy percben mutassa meg tudását vagy tánctanulását, és ezzel népszerűsítse a magyar népi kultúrát, a magyar néptáncot. Jegyzőkönyvezet regisztrált rekordkísérlet ilyen típusú gyűjteményes formában még nem volt. Arra természetesen már volt példa a hazai rekordok történetében, hogy folyamatos néptánccal vagy egymást váltó maratoni rekorddal próbálták népszerűsíteni a helyiek a kultúrájukat, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, különösen most ugye a pandémia elmúltával, legalábbis reméljük, hogy ez így lesz, hiszen a tánc az mindig egy társasági, együttléti kifejeződés, és én azt gondolom, hogy ennek most nagyon-nagyon itt van az ideje. Nagyon szeretik a néptáncot az emberek, én azt figyeltem meg. Amikor van a Nyírségnek néptánc fesztiválja, nemzetközi néptánc fesztiválja, bármilyen helyszín tele van bele. A legnagyobb sikereket általában az olyan táncok aratják, amelyek hasonlítanak a miénkhez. Tehát pörgősek, dobbantósak, van bennük ritmus, ez is jelenti azt, hogy a magyarokban úgy gyerekkoruktól kezdve ez a zene valahogy beléjük ívódik meg, akkor is, hogyha nem tudnak róla, és felkapják a fejüket akkor, hogyha egy csárdást valahol meghallanak. Már majdnem én is felálltam táncolni az előbbi dallamok hallatán, de ezt legfeljebb az adáson kívül fogom megtenni vendégünk segítségével. A stúdióban Demarcsek György, a Nyírség Tánc együttes vezetője. Szia Gyuri! Hát online-ban ugye kísérletezgetnek sokan, ti pedig élőben nem csak kísérleteket folytattok, hanem a valóságban gyakorlatilag az életetek legfontosabb momentuma szerintem a tánc. Hogy itt az elmúlt percekben hallottuk, gyakorlatilag sokan csatlakoznak. Egyébként figyelgetitek a rekordkísérletben résztvevőket, hogy van-e valamilyen kiemelkedő tehetség esetleg közöttük? Természetesen, tehát egyrészt figyeljük, másrészt szervezzük, harmadrészt csináljuk is, hiszen az együttes például most a Nyírség Táncot is minden este próbál, készülünk a következő nagy projektre, és közben ugye folyik ennek az online rekordkísérletnek is a figyelemmel kísérése. Egy picivel nehezebb dolgunk van, mint tavaly például a Kantémusz kórusnak volt, hiszen ez az ő kezdeményezésük volt tavaly, és mi is úgy gondoltuk, hogy csináljunk egyet ilyet táncból is, ne csak zenéből legyen, de ott ugye az előlapi kamerába bele kellett énekelni, ment az emberek előtt a szöveg, ez a dallam is ugye nagyon ismert volt. Ugye itt viszont táncolni kell, a saját magát nem tudja fölvenni senki, hanem a hátlapi kamerával tudja csak, ugye valakinek oda kell adni, vagy persze úgy is lehet, hogy leteszi, uh-huh. és akkor táncolnia kell. Most ebből következően azok az emberek, akik kevésbé járatosak a Verbunk táncrejtelmeiben, szólóban vagy párban, ugye nehezebben kezdik el ezt maguktól. Tehát vannak a rekordpontjaink, ahol időnként megjelenünk a város különböző pontjain. Tegnap este például én voltam Mátészalkán, és ott a mátészalkai táncosokkal táncoltunk, meg a környékbeliekkel, akik ott egy játszótér környékén uh-huh. összejöttek, és hát nagyon, nagyon jó volt, de ott is elsősorban a táncosok táncoltak. Egyébként pedig a világban nagyon-nagyon sok táncos van, ahogy lassan és gyorsan, és nem tudom hogyan, de terjed a híre, akkor ugye egyre többen természetesen bekapcsolódnak azok az együttesek,
együttesek és azoknak a hozzátartozói is, akik itt jártak az elmúlt években, évtizedekben Nyíregyházán. Igen, hát azért itt a Néptánc Fesztiválon ugye rengeteg együttes megfordult, igen. Meg esetleg a idegenbe szakadt hazánk fiai, akik a gyökereket így is tudják ilyen formában ápolni. Esetleg nincs olyan kitétel, hogy mondjuk a Notre Dame legyen a háttérben, vagy a valamilyen ikonikus épület, ha külföldről csatlakoznak. Amikor megfogalmaztam a kérést, akkor ebben szerepel az, hogy lehetőleg mindenki, aki táncol, a saját városa, faluja, települése olyan helyén táncoljon, ami egyébként más szempontból is érdekes, tehát pontosan ilyen ikonikus helyeken, nevezetességeken, úgyhogy Máté Szakán például mindjárt olyan helyeken is történt a táncolás, de Nyíregyházán is, például ma délután is lesz ilyen rekordpont, és már volt is, hát hol máshol, mint a Városháza előtt természetesen, a Kossuth téren, a Kossuth szobornál, tehát bárhol lehet táncolni. Most akkor augusztus 20-ig hajrá, lehet a rekordkísérlethez csatlakozni. Előtte viszont augusztus 18 és 20-a között a Nyíregyházi Folk fél hét kerül megrendezésre. Na erről a programról mesélj egy picit. Igen, hát ez ugye nagy szép fájdalmunk, hogy ebben az évben nem lehetett megrendezni azt, hogy 10. nyírségi nemzetközi néptáncfesztivál, ez következett volna most, hiszen nem teszi lehetővé ezt a mostani még meglévő veszélyhelyzet, az, hogy külföldi együtteseket a világ különböző tájáról ide hívjunk Nyíregyházára, vagy bárhova az országba. Ezért, de azért nem akartuk, hogy elmaradjon, és már lehet rendezvényeket szervezni, tehát akkor most csináltunk egy ilyen fél fesztivált, és ebből lett a Nyíregyházi Folk fél hét. Természetesen nem maradnak tánc és zene nélkül a nyíregyháziak ebben az évben sem. 18-án például egy olyan nyitó gála műsort, ez a fesztivál nyitó gála műsort, tulajdonképpen ezt szoktuk csinálni az első napon máskor is, ahol a helyi együttesek lépnek föl, és most a külföldi együtteseket egy határon túli magyar együttes képviseli, akiket egyébként ugye mindig szoktunk hívni egy határon túli magyar együttest, most is a Kárpátalja Néptánc Együttes, ők magyarok, és hát ők fogják a nemzetköziséget jelenteni ebben a dologban, és hát természetesen a helyi együttesek, a Szabolcs, az Igrice, a Margarét, a Topogó, a Lókötő, és hát ezek a Kossuth téren lesz? És ez alkalommal ráadásul nem is a Kossuth téren fogjuk ezt a rendezvényt megrendezni. A városnak az volt a kérése, hogy avassuk fel azt az új helyet, amit úgy hívnak, hogy hát tulajdonképpen a Kállai ház, a Kállai gyűjtemény mögötti parkoló, illetve a Szimbád mögött ezek két dologot összefügg egymás mellett a város közepén, ebben a kulturális negyedben, és ennek ott hátul a parkolójában lesz felépítve zárt helyen egy nagy, mármint hogy zárt területen egy nagy színpad, a színpad előtt székek, több száz szék lesz, úgyhogy olyan, mintha a város központjában lennénk, csak két perccel odébb vagyunk. Nagyon hangulatos egyébként, úgyhogy igen, biztos, hogy pazar lesz a hangulat. Gyuri, nagyon fogy az időnk, de ugye 19-én lesz egy Bobán Markovics koncert, és 20-án pedig jön az Ásókapa nagy harang, mégpedig egy táncszínházi előadás, 250 táncos és zenész részvételével. Ez jó nagy bulit szerveztek azért. Nem jött össze ez a 10., de igen, mégiscsak nagyon színes a de program. Éppen azért mentünk ebbe bele, még a télen találta ki ezt egyébként a Szászhalombattai Summerfestnek a fesztivál igazgatója, Szigetvári József, hogy azért csináljunk valamit, ha már nem lehet nemzetközi fesztiválokat. De egyébként 19-én pontosan azért van a Bobán Markovics koncert, hogy egyrészt ugye egy óriási, népszerű, fantasztikus zenész és zenekar, remélem, hogy nagyon sok néző lesz, nagyon bízunk benne. Ez az egyetlen olyan rendezvény, ahol jegyet is kell vásárolni, már elindult a jegyárosítás, úgyhogy ugyanott hajrá. Lesz a helyszín? A helyszín nem. Ez a két utolsó, tehát a második, harmadik rendezvény a Rózsakert szabadtéri színpadon lesz, úgyhogy nagyon szép körülmények között, nagyon szép helyen. Úgyhogy várjuk mindenki jelentkezését a Bobán Markovics koncertre. Ekkor mi nem vagyunk itthon egyébként, tehát a Nyírség Táncvétes ekkor a debreceni nagy templom előtt lép fel az Ásókapa Nagyharang című műsorról, és egyébként 17-én előtte két nappal lesz ennek a bemutatója Kápolnásnyéken. Most 20-án pedig a városi ünnepség után, ahol egyébként az online Verbunk rekordkísérlet eredményhirdetését is meg fogjuk ejteni a városi ünnepség keretében, ezután lesz egy kis szünet a Rózsakertben, tehát a szabadtéri színpad mögött a valódi Rózsakertben lehet egy kicsit táncolni egy zenekar, a Lajtorjás zenekar muzsikájára, és ott mindenki pihenhet, várakozhat, és 8 órakor kezdődik majd az Ásókapa Nagyharang, ahol
hát Szekszárd, Jászberény, Szászhalombatta, Budapest, Debrecen és Nyíregyháza együttesei együtt adnak műsort. Hát ez fantasztikus lesz. Köszönjük szépen. Én hallgatnálak, míg a halál el nem választ, de a műsoridőn sajnos véges, úgyhogy reméljük, hogy zsúfolt teltház és fergeteges hangulat lesz Nyíregyházán mindhárom napon. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, Kertész Sándor neve elsősorban azoknak lehet ismerős, akik szeretik a képregényeket. A grafikus művésztanár interaktív tárlatvezetéssel nyitotta meg a képregény tárat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Elérkezett a képregény arra a szintre, hogy befogadják a múzeumok, befogadják a kiállítótermek és befogadják a könyvtárak. Kialakítottunk egy galériát is. Ezzel az a célunk, hogy a képregény alkotók, rajzolók, művészek munkáit be tudjuk mutatni hónapról hónapra. Most Halmi Zsolt képzőművész kiállítása nyílt meg, de a Vidor Fesztiválra új kiállítással készülünk, és szeretnénk, hogyha ez a közösségi tér minden hónapban ilyen sok érdeklődővel telne meg. És hát aki ellátogat a képregénytárunkba, látja a Marvel figurákat az ablakunkon is, tehát Pókember, Batman, Superman is látható. További érdekességekkel majd minden hónapban fogunk készülni. Nyáron még soha nem volt kiállításom. Ez ilyen pangás szokott lenni nyáron, tehát általában így ősztől, tehát tavaszig szokott kiállítás, megnyitás vagy kiállítások lenni, úgy nem csak itt, hanem úgy valójában mindenfele. És ez az első ilyen kiállításom, ami nyáron történt, vagy nyáron lett megrendezve. Akik szeretik a képregényeket, azok rögtön már érzik a történetet, ahogy belépnek ide az olvasóterembe. Akik esetleg először látogatnak el, azoknak hogy tudod elmagyarázni azt, hogy hogyan kell a képregényeket szemlélni? Hát, hogyha a képregényt vesszük, akkor az Franciaországban a 9. művészetnek nevezik. Tehát a képregényt én azt mondanám, hogy ez egy művészeti ág. Ugye magába foglalja az irodalmi részét is, magába foglal egy képi világot, és ugye ennek a kettőnek az összekapcsolása ugye maga a lényeg. Ez most teljesen mindegy, hogy hány oldalas történetről beszélünk, hogy akár csak egy képcsíkról, például amik ott vannak, vagy három képkockás képcsíkról, vagy olyan képregényekről, amik itt is ki vannak állítva, hogy akár 10 oldal, 20 oldal, 60 oldal. Tehát ez teljesen változik. A lényeg szerintem az, hogy a képregény művészetnek lehetne tekinteni, és ugye sok országban, ahol ugye a képregény jellemzően jelen van a kultúrában is, ugye mint Japán, vagy akár Franciaország, Olaszország, Amerika, ugye ott főleg Franciaország, ott például ugye művészetnek tekintik a képregényt. És úgy látom, hogy digitalizált technológiával készülnek ezek a képregények, tehát otthon kell lenni a művésznek abban a történetben, hogy a számítógépen tudjon alkotni. Hát igen, ez most már így működik, tehát hogy legtöbb alkotó úgy készíti a képregényeket, hogy nincs is eredeti változata. Nekem vannak a legtöbb képregényemnek eredeti változata, ezeket szintén ki vannak állítva, meg lehet majd nézni. Olyan is van, amit ugye kézzel festettem, akvarellel van megfestve, de ugye haladni kell a korral is. Volt egy időszak, ez a 70-es, 80-as évek, amikor a magyar rajzolók készítették az irodalmi művek alapján a képregényeket. Ez a generáció kihalt. A mostani fiatalabb generáció inkább az önkifejezésre használja ezt az elbeszélési formát. Tehát inkább ilyen kis rövid strippeket, gondolatokat közölnek. És nem nagyon tudjuk felvenni a versenyt az amerikai képregényekkel. Az amerikai képregény az amerikai filmmel együtt most elárasztotta Magyarországot, tehát gyakorlatilag a piac nagy részt ezzel van tele. Tehát több kiadó van, tehát amik például megjelentek a Marvel sorozatok 80 kötetben, a DC könyvek megjelentek 120 kötetben, tehát őrületes nagy sorozatokról van szó. Ezzel nem lehet így lépést tartani. Úgyhogy ez egy kicsit most nehézkes a magyar piac ebből a szempontból, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb meg fogja találni a helyét, és kinő az a generáció, az a rajzos generáció, akik mi is látunk meg, akik tanítunk tulajdonképpen, akikben van érzék, van fogékonyság, igen, tehát nagyon jól csinálják a dolgaikat. A piaci lehetőség még nincs meg. De azt szoktuk mondani, hogy még nem fektettek bele elég pénzt a magyar vállalkozók a képregénybe. Inkább csak mindenki szerelemből csinálja a képregényt.
Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend, tartsanak velünk jövő héten is, akkor a filmezés, az egészség és a tánc lesz Porondon. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!